Sziasztok! Ezúttal a Mimosa C5C teljesítménytesztjét fogjátok látni. Ez a termék a gyártó legolcsóbb 5 GHz-es konnektorizált kliense, ami eredetileg multipontos rendszerek klienseként került a piacra, de használható pont-pont összeköttetésekre is. A csomag tartalma egy 56 voltos PoE tápegység, amit közvetlenül lehet bedugni a 220 voltos aljazatba, valamint, amint meglepődtünk, egy önvulkanizáló szalag is jár a termékhez, amivel az RPSM-el csatlakozókat lehet körbetekerni. Ilyen esetben ezekre nem volt szükség, mivel a terméket a Ubiquiti AirFiber 23 decibeles antennájával szereltük, amivel teljesen kompatibilis volt, így egy mozdulattal rá tudtuk pattintani az antennára. Ebben egy darab 27 dBm kinő teljesítményű 80 MHz-es csatornaszélségre képes AC-s rádió található, és nem található benne GPS. A beállításban sokat segített a korábban ismertetett kezelőfelület. Most is azon a 2 km-es szakaszon mérünk, mint tavaly, az Észtelekom csepeli bázisállomása és az Access Point telephelye között. Ez egy teljesen valós szakasz, mivel mind a két helyszínen több pont-pont és pont-multipontos 5 GHz-es eszköz is üzemel. Akkor lássuk az eredményeket. A beépített bandwidth teszttel simplex méréseket mértünk. Egyik irányba 518 megabit per szekundumot, míg másik irányba 310 megabit per szekundumot értünk el. Hyperfel mérve a korábban ismertetett teszttel, egyik irányba 450 megabit per szekundumot, a másik irányba pedig 246 megabit per szekundumot mértünk. Az Equicom által biztosított EXFO műszerrel, UDP duplex mérésnél 68-as csomagmérettel 127 per 120 megabitet, 512-es csomagmérettel 305 per 172 megabitet, 1500-es csomagmérettel pedig 300 per 182 megabit per szekundumot értünk el. Minket is megdöbbentett az eredmény, mivel a termék az árában is a kliens osztályhoz tartozik. Ez volt a Mimosa C5C teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten találkozunk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!